Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast, én Terdik Roland vallatótiszt vagyok, vendégem pedig Szárliget Lenedő kutyapártos önkormányzati képviselője, Sipos Tamás. Szia Tamás! Sziasztok! Szárliget ugyan egy néhány ezer fős település, tehát biztos ismer mindenki, de ennek ellenére megkérlek, hogy áruld el, hogy mit kell tudniuk rólad a választópolgároknak. Még azért nem ismer mindenki, 2400-an laknak, 407 a teljes népesség a legutóbbi népszámlálás eredményei szerint. De azért már sok mindenkit ismerek, sok mindenkivel beszélgettem, ami tök jó. Tőzsgyökeresekkel és új beköltözöttekkel is, szóval ilyen téren is ketté van osztva a falu. Én lengyel szakot végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamikor 2017 környékén. Aztán foglalkoztam mindenfélével, de főleg a ilyen lengyeles munkákat csináltam, illetve mellettem műfordítottam elég sokat, akkoriban úgy nagyjából 2020-ig. És a közéleti tevékenységet folytattál? Hát akkor ilyen luxus dolgokra nem volt időm, hogy közéleti tevékenység, de igen, egyébként a kétfarkú részéről igazából ez a tipikus passzivista életút volt meg, vagy nem tudom, életpálya modell, nem tudom, már van-e ilyen, kitaláljuk még, de már 18-as választástól gyűjtöttem aláírást Szentendrén még akkor ott laktam éppen, és plakátoztam is brutálsokat, úgy emlékszem, aláírás gyűjtés is volt, de ez főleg pultozás is nem annyira sok, csak nem tudom, 2-3 nap. Aztán a 22-es választáson is gyűjtöttem aláírást, akkor már ugye Tatabányán, meg Szárligeten kopogtattam is, tehát hogy így néhány utcát végig kopogtattam, borzasztó idő volt. De egyébként meg hát így nagyon más közéleti tevékenység nem volt. A Verzum ilyen világligrával foglalkozó portálnak voltam szerkesztője, hát ezt meg nem mondom, hogy pontosan mikortól, talán 16-tól 20-ig az is kb. Vagy kicsit később, lehet, hogy később, 18-tól, 17-től 20-ig. És ott azért szerveztünk eseményeket, tehát voltak felolvasások és hasonlók, amik tök jók voltak. Külföldi költőket hoztunk el Magyarországra, és csináltunk velük ilyen, hát, irodalmi eseményeket, mondjuk ezt közéleti eseménynek, de az igazi közéleti események, hát az úgy most kezdődnek nekem. És miért a kutyapártot választottad, a humor miatt, vagy valami más oka is van esetleg? Hát Magyarországon van egy ilyen választói magatartás, hogy te a legkisebb rosszra akarsz szavazni, és mindenki máshonnan nézi ezt, van, aki szerint éppen a Fidesz a legkisebbik rossz mondjuk, van, aki szerint meg a kutyapárt, vagy másik párt, ez változik azért 4 évente eléggé jelentősen, amennyire én látom, én nagyjából 2010 óta követem a, hát mondjuk ezt a politikai életet, hát akkor azért unalmasabb, meg nyugisabb volt, így nem tudom, nem annyira volt érdekes, hát aztán nyilván, vagy még inkább 2000 előtt is jó pár évvel, de 2010 környéke is még nyugis volt, aztán onnan már, hát nem is tudom pontosan mikortól, de berobbant a mindenféle kampány. Például igen, ez a migráns ellenes kampány jó volt a vastagbőrrel, szerintem eléggé, azt kifejezetten támogattam, és volt jó néhány ilyen mozzanat a kétfarkú kutyapártnak, amivel szerintem kitűnt így a palettáról. Például a kampánypénzek megpályáztatása is, tehát hogy így elfárad az ember, ha végig görgeti, hogy mennyi mindenre adott a párt ilyen pályázatok útján pénzt. Meg aztán ugye kezdődtek ezek a városfelújító akciók, workshopok, iszonyatos mennyiségű dolgok, tényleg szoktatok számokat mondani, nagyon kemény, tehát ez szerintem nagyon, nagyon becsülendő, és szerintem egyre többen meg értékelik ezt. Én biztosan. Mi a bajod Szárliget jelenlegi vezetésével, ami, ha jól tudom, akkor egy teljes mértékben független városvezető? Igen, független a polgármester, független a képviselőtestület. Voltak pártos jelöltek régebben, amióta én ott lakok nem, tehát ugye 19-ben volt az utolsó önkormányzati választás, akkor már csak ők indultak. Szerintem pártjelölt egyáltalán nem is indult el Szárligeten, de van egy ilyen recept azért már vidéken, falvakban, mindenhol, hogy nem menők annyira a pártok. Hogy mennyire független mondjuk a polgármester, nem tudom, de Mezi Ferencnek hívek, és a Bencsik János mellett ő kifejezetten kampányolt 2022-ben, készült egy plakát, egy ilyen Fidesz logómentes plakát,
Én úgy tudom, hogy jó kapcsolatban vannak, ők ezt szokták elmondani interjúkban és mindenhol, és tényleg nagyon sok ilyen fejlesztési pénzt kap beruházásokra Szárliget. Igen, tehát Bencsik János a térségnek az országgyűlési képviselője, hallgatók kedvéért. Így van, igen. Lassan ilyen örökös, vagy nem is tudom, elég régóta, már nem emlékszem, 3-4 ciklus óta. Ami Szárligeten mondjuk, vagy Vértesszőlősön, vagy nem tudom, ott máshol kistérségi részen sikerül, az mondjuk Tatabányán nem, tehát ott azért jelentősebb problémák vannak. Megígérték újra a vasútállomás akadálymentesítését, ami például a szárligeteieket is ugyanúgy érinti. De hát nem valósult meg még mindig. Tehát a 2020-21-re ígérték, hogy befejezik, el se kezdték. És akkor most megint megígérték. De tehát akkor ilyen ígérgetési verseny van. De ami jó, hogy tényleg épülnek dolgok, tényleg épül Bölcsi, viszont arra egyelőre nem válaszolt nekünk senki, vagy nem tudom, nem is biztos, hogy felmerülnek a kérdések, hogyha normatív alapon kevesebbet kapnak a települések, akkor mondjuk a Bölcsire biztosan fognak eleget kapni a központi költségvetésből. Hát nem tudom, nekem vannak kételjeim azért. Ja igen, a függetlenség volt a kérdés. Hát, meg hogy mi baj van, ugye? Mi baj van? Hát, sok minden van, azért nagyon, nagyon alapvető problémák is, mint az átláthatóság terén, mint hogy a weboldal az így, hát, kösse fel mindenki a gatyáját. Egyáltalán, hogy szarliget.hu, és akkor csináltam egy ilyen kis, igen, tényleg. Lehet, hogy valójában kutyapártos a polgármester, nem? Tehát titokban. Úgy független. Lehet, hogy ő sem is tud róla, nem tudom, igen. Meg kell néznem az életútját, hogy vannak ilyen mozzanatok, ami a kutyapártra utal, de a Száron ezt úgy oldották meg, egyébként az egy ilyen sváb település, Szárból, hogy mondják ezt, vált ki Szárliget, 88-ban talán. Ők úgy oldották meg ezt a weboldal kérdést, hogy S-A-A-R, mint hogy Szár, tehát ilyen németesen írták le az URL-ben. Szoktak ezzel azért viccelődni, hogy Szarliget, meg minden ilyesmi. Azért akarom ezt mondani, vagy azért nem, nyilván nem viccelődnék ilyen prostó dolgokkal alapvetően, de csináltam nyáron még egy ilyen kis közvéleménykutatást, még a kétfarkú kutyapártnak az Itt szólj be kampánya előtt, amire Száron sajnos csak egy a központi kampányban, vagy ebben a közvéleménykutatásban csak egyetlen egy darab hozzászólás, vagy ilyen kitöltés érkezett, de nekem a saját kis ilyen közvéleménykutatásomat 41-en kitöltötték, ami tök jó, tehát ez ilyen 1,5% az egész falunak. Ez már látszik az UPA tetőről, ott az a legnagyobb kis dombott Szárligeten, ha Holdról nem is, de az UPA tetőről látszik. És ott írta valaki, hogy hát a weboldal az olyan, mint az URL-e. Hát ja, igen. Tényleg teljesen vagy fölösleges információk vannak rajta, vagy sehová nem mutató linkek és aloldalak. A rendeletek külön nincsenek feltüntetve, tehát ez az nyt.hu, ez a nemzeti jogszabálytár meg rendelettárra mutat a link egyedül. De én nagyon sok mindenkivel beszélgettem, és rákérdeztem, hogy te így figyelj, rá szoktál keresni, hogy amúgy milyen rendeletek vannak érvényben, tudod egyáltalán mi van a helyi építési szabályzatban, és nem tudják az emberek. Lehet, hogy ezen sokat segíteni az, ha mondjuk linkekkel, vagy nem tudom, feltüntetnék legalább így a rendeleteket. Meg követhetetlen is egyébként, egy-kettőre rákérdeztem, például a helyi építési szabályzatra. Kiderült, hogy 17-ben hatályon kívül helyezték, tehát nincs a falunak saját helyi építési szabályzata, hanem a megyei bizonyos kérdésekben, más kérdésekben az országos a mérvadó, de nekem a közmeghallgatáson évvégén a polgármester úr elismerte, hogy ők egyébként ezt még mindig úgy használják, mintha nem helyezték volna hatályon kívül. Szóval lehet, hogy kétfarkú jelölt igazából, így végig gondolva mondjuk ez alapján, hogy hatályon kívül helyezünk valamit, aztán használjuk. Én nem nagyon látom értelmét, és akkor vannak még ilyen furcsaságok. Másik helyi passzivistával kezdtünk irogatni így az önkormányzatnak, a Honvéd Varjó Beátával, ilyen kérdésekben, mint hogy hát nem tudom, egy beszámoló, egy költségvetés, bármi, amit egyébként az általános közzétételi listában is a törvény előír, tüntessenek már fel a weboldalon, jegyzőkönyvek ugye a képviselőtestületi ülésekről, a meghívók nem voltak fent, nincsenek fent, nem hirdetik meg a képviselőtestületi üléseket.
Szóval gyakorlatilag olyan, mintha nem is lenne nyilvános ez az egész. 2020-ban tényleg nem voltak nyilvánosak, de akkor ugye volt valami kormányzati rendelet, vagy nem is tudom pontosan micsoda, ami ezt lehetővé tette a polgármestereknek. Hogyha akarnak, akkor ezt nem kell nyilvánosságra hozni, hogy mikor, hol, hogyan üléseznek. Hát ez azóta úgy maradt Szárligeten, hogy így nem rakták ki a meghívókat, aztán 2022 eleje óta, nagyjából január óta kezdték a meghívókat is felrakni, meg a jegyzőkönyveket is, tehát akkor abból is nyilván sok minden kiderült számunkra. Például, hogy van egy főépítész a falunak, nem tudom, hogy bárki tudta, 19 óta van egy főépítész, de itt titokban tartják az e-mail címét is, meg a telefonszámát is, meg a hészt is, szóval mármint a helyi építési szabályzatot. Nem lehet, hogy rokona a polgármesternek? Hú, nem tudok róla. Vagy úgy tudom, hogy vannak nem hasonló jelenségek a faluban, ebbe, hogy a valamelyik rokona a polgármesternek közfeladatot lehet el. Hát a fia igen, a külsős bizottsági tag, ugye két bizottság van, tehát a kettő darabot ír elő a törvény kötelezően, van egy ilyen sport és kulturális bizottság, meg van egy ilyen gazdasági, jogi, pénzügyi bizottság, szóval ez a kettő van, legalább nálunk nincs ilyen gond, hogy ilyen bizottságokat kell megszüntetni, amik fölöslegesek. Kikértem itt is a bizottsági jegyzőkönyveket, közmeghallgatáson rákérdeztem, mert hát vannak ilyen e-mailek, amikre nem válaszolnak, például ez is olyan volt, talán tavaly májusban írtam, nekik nem válaszoltak, hogy egyáltalán azok felkerülnek-e. És hát azt válaszolták, hogy hát ugyanaz van benne, mint a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvében. Miért is érdekel engem, hogy mi van benne? Gondoltam, hogy akkor abból kiderül, hogy milyen munkát végeznek, hogyha én azt látom egyébként, hogy nincsenek előterjesztések a képviselők részéről, nincsenek módosítók, ugye mindent a polgármester ad be lényegében. És próbáltam kideríteni, hogy mi az a valós munka, amit akkor itt a képviselőtestület végez, a kötelező dolgokon kívül nem derült ki, reméltem a bizottsági jegyzőkönyvekből, hát azt meg nem akarják kiadni, munkaidőben meg a legtöbb embernek azért nincs ideje oda menni, hogy kikérje őket, hiába mondták, hogy börkötésben van. Például ez is egy probléma, hogy a képviselőkről a legtöbben azt sem tudják, hogy kik azok, tőzsgyökeresek azt hiszem nagy részt, nem nyilvános az elérhetőségük, tehát van egy ilyen közös e-mail cím, polkhivatalkukac.szárliget.hu, talán valami ilyesmi. Egyetlen egy képviselő van, akinek van egy nyilvános e-mail címe, a Láng Istvánnak. Az összes többinek tehát egy közös e-mail cím van, amit ugyanúgy megkap a polgármester is. Tehát jellemzően egyik képviselő sem válaszol, hogyha még meg is szólítják. Tehát például megszólítottam a, nem tudom, gazdasági bizottságnak a vezetőjét, és akkor a polgármester válaszolt, vagy valaki az ő nevében válaszolt. Ez számomra tök átláthatatlan, nem jutottam be képviselőtestületi ülésre, ugye nem voltak kint a meghívók, az egyedüli, amiben lehet személyesen kérdezni, az a közmeghallgatás év végén, de ott is voltak problémák 21-ben is, hogy nem ment mindenkinek a postaládájába a kis cetli erről, 5 nappal előtte kell az SMS szerint tájékoztatni a lakosságot, hát talán ez nem jött össze 5 nappal előtt. És akkor honnan tájékozódik a lakossága? Hát honnan kapnak az, információkat? Például a szomszédom azt se tudta, hogy Bölcsi épül 3 házzal odébb, vagy 5 házzal odébb a gyógyszertár mögött. Tehát, hogy nyilván nyugdíjas, miért érdekelni, hogy Bölcsi épül, de hogy én mondtam neki, hogy hát jó, hát ott Bölcsit építenek. És miközben tudom, hogy tájékozódik, mert a kétfarkú kutyapárttal kapcsolatban meg tudta, hogy mi ez, meg országosan történtek dolgok. Furcsa ez nekem, hogy ennyire nincsen közélet. Egy Facebook csoport van, egy nagyobb, meg egy ilyen kisebb, de ott a nagyobb csoportban, ez a Mi Falunk Szárliget, ott nem lehet beszélni politikáról. Tehát ott, ja meg hát igen, a polgármester úr ott admin, tehát egyébként, és tudok több ilyen esetről, hogy ő kitiltott embereket, törölt kommenteket, arra hivatkozva, hogy neki nem tetszett ez a hangsúly, vagy nem tudom, amit írtak. Nem tudom, hogy pontosan mi volt ennek az oka, nem gondolom azt, hogy ez rendben van, akármiről volt szó. Például a közvilágítás terén, hogyha valaki, nem tudom, lefotózza, hogy kiégett egy lámpa, akkor írnak, hogy itt is, itt is, itt is, itt is, és akkor nálunk volt, hogy egy jó pár napig nem volt az egész utcában közvilágítás, akkor közben kiderült, hogy nagyon sok helyen ez volt, hogy már nem tudom, évek óta kiégett egy lámpa, amit be is jelentettek, és így nem cserélték ki, tehát elvileg akkor az önkormányzat tudott róla, van egy szerződéses cég erre, és azt állították, hogy hát ők időnként mennek, és megnézik, és cserélik. Hát nagyon úgy néz ki, hogy akkor mégsem. Ha jól értem, akkor maga a polgármester a helyi nyilvánosság egy személyben.
Igen, igen. Voltak ilyen kis közlemények. Nekem az volt nagyon fura, amikor 2020-ban oda költöztünk, én 2020 óta élek a kisfiammal, meg a feleségemmel Szentligeten, hogy így nincs nagyon semmi ilyesmi, nem adnak hírt a beruházásokról, közbeszerzésekről, mi történik éppen, mi fog történni, tényleg egyedül az éves közmeghallgatás, és akkor ott is most legutóbb például az nem derült ki, vagy véletlen derült ki, hogy lesz egy P+R parkoló a vasútállomás mellett, emiatt terveznek oda, ott egy pár van, terveznek oda egy zebrát. Valaki megkérdezte, hogy lesz-e zebra. Én májusban írtam e-mailt, terveznek-e zebrát kiépíteni bárhova, nem válaszoltak nekem, tehát hogy már ilyen szinten ugye gondok vannak, de semmi rosszallás nem volt, nincsen zebra sehol a faluban. És két hely van, ahol ez tényleg már problémás, pont ott a kétfarkú busz megállónál egyébként, ami az országúton van, amit mi újítottunk fel, ez is az a Bálnak a kezdeményezése volt, meg hát egy ilyen, jöttek ugye Gergőék, Gráf Tominak az első akciója volt, ugye elmondta, hogy tökre büszke rá, és nagyon szeretik azóta is, meg javítgattuk, azóta már cseréltünk le dolgokat, de ez már egy jó pár éve volt, most tudom, 21-ben talán, vagy 20-ban, most nem tudom pontosan, de hogy jó lenne oda is egy zebra, mert gyerekek mennek át, mennek onnan haza más falvakban, Nagyegyházára mondjuk, vagy akár Tatabányára, és ugyanígy a Spár előtt sincsen zebra, és így tök véletlen derült ki, hogy akkor meg most lesz igazából zebra. Ennek legalább örülünk, de azért vannak még így bőven hiányosságok. Hát lehet, hogy már nagy részét elmondtad ezeknek, viszont szerinted mi Szálliget három legfontosabb problémája? Röviden is mi a megoldás rájuk? Röviden. Viszonylag röviden. Ja. Hát probléma például az is, hogy nem csak közélet nincs, de kulturális programok nincsenek, tehát a közművelődés az nulla, de tényleg semmi nincs. Most van egy ilyen pici könyvtára a falunak, ami a faluházban működött, de most felújítás alatt van már, nem tudom, jó néhány éve, talán 21 óta az is kiköltöztették. Az egyik képviselő csinálja egyébként a Januskó Ferenc, én nem voltam még ott, de jókat hallottam róla, hogy ott azért szoktak lenni ilyen programok. Van egy olvasókör is, és körülbelül ennyit tudok elmondani, a többi meg az már inkább ilyen szabadidős dolgok. Van egy néptánc is, ami nemrég indult, és jókat hallottam róla, meg volt több fellépésük is már, ami tök jó. De hogy bármilyen kulturális esemény, az így nem nagyon volt. Jó, most volt egy koncert így évvégén, a szülői munkaközösség összehozott egy ilyen adventi forgatagot, ami tök jó sikerült egyébként, és akkor az önkormányzat részére meghívták az Alma Együttest, így a gyerekeknek zenélni, ami jó volt, de körülbelül ennyire lehet számítani. Olyan szinten probléma ez, hogy a falunapot sem tartották meg idén. Erre is rákérdeztem, polgármester úr elmondta, hogy hát azért, mert kb. A nincs pénz a válasz erre. Egyébként 500 milliós költségvetése van éves szinten nagyjából a falunak, amiben persze benne van az OVI, benne van a közétkeztetés, sok minden benne van. Én nem hiszem, hogy ne találtak volna 1-2 milliót kulturális programokra, 500 ezeret vagy bármi. Szóval nekem például ez kifejezetten problémám, és kifejezetten szeretnék egy kulturális alapot, ami legalább mondjuk 500 ezer forint, de nyilván inkább minél több, tudom, 1 millió, és annak egy részét akár meg lehet pályáztatni. Ez is probléma, hogy nincs egy átlátható pályázati rendszer. Tehát az van, hogyha te bármit szeretnél csinálni, azt a kis tervet, a saját kis, nem tudom, költségvetéseddel be kell küldened az önkormányzat e-mail címére, és akkor vagy a bizottság, vagy a, nem tudom, a testület dönt róla, hogy ez így rendben van-e, meg lehet-e csinálni, támogatják-e vagy sem. Ehelyett lehetne egy valami normálisabb pályázati rendszert csinálni szerintem, de hogyha már csak egyáltalán szerveznek programokat, szerveznek, nem tudom, meghívnak néha helyi írókat, költőket, mondjuk van egy tatabányai irodalmi folyóirat, a Forrás, biztos vagyok benne, hogy néha eljönnének felolvasni, viszonylag olcsón, tehát azért ők így, vagy talán még ingyen is, szerintem ez teljesen vállalható lenne. Hát nyilván a koncertek egyebek azok drágábbak, de itt is biztos vagyok benne, hogy jó, egész olcsón meg lehetne oldani. Még egy probléma, rákérdeztem arra is, hogy környezetvédelmi alapja van-e a falunak egyébként. Ez egy ilyen erdő közepén van, nagyon kedves kis hely, Gerecse meg a Vértesnek a találkozásánál egy ilyen kis völgyben, tölgyerdők veszik körül. Én csak a kertemben kb. Legalább 22 féle madarat számoltam, így madárbarát kert is vagyunk, és akkor így figyelgetjük a madarakat, és feltűnt, hogy nincs egy darab madárodú sem például
köztéren az iskola előtt van 3 darab, amit hát nem gondoztak, én tisztítottam őket ki most idén, meg az oviban van egy madarász, aki jár oda, és a gyerekeknek most gyűrűztek például, tök jó szerintem, meg hú, nem is tudom, valami ragadozó madarat is vitt nekik nyáron. Biztos nagyon érdekes volt, de remélem azért nem féltek. És hogy így nem látok semmit sem a környezetvédelemmel kapcsolatban, szóval tényleg akár a környezeti nevelés, akár az aktív környezetvédelem, egy madárodú kihelyezése például az, a Dunaipoly Nemzeti Parkhoz tartozunk egyébként, nagyon jó természetvédelmi őrök vannak, akik ott dolgoznak náluk, a Klébert Antal például mindenhol a környéken akciózik, ők is gyűrűznek, madáradukat raknak ki, tök jó előadásai vannak, közmédiában is forgattak már vele több kérdésben, szerintem tök jó riport volt az is, és nem értem, hogy miért nem hívták meg például ezeket az embereket, miért nem merülnek fel egyáltalán ezek az ötletek. Kiderült akkor erre a kérdésre válaszul, hogy 20 ezer forint van a környezetvédelmi alapban, tehát ezt is meg kéne emelni minimum 100 ezer forintra, nem mondjunk olyan óriási összeget, de abból mit tudom én, lehet venni, nem tudom, 20 madárodút mondjuk, amit akkor kirakunk, vagy meg lehet hívni ezeket az embereket, akik szintén vagy ingyen, vagy nagyon olcsón eljönnének, és tartanának egyszer-egyszer egy előadást. Tudom, hogy az iskolában egyébként csinálnak ilyet, 22. decemberre környékén volt valami hasonló, azóta talán ott sem, de nem iskoláskorú a gyerekem, nem tudom pontosan, mi történik ott. Ezek problémák, illetve van még egy dolog, amit én szeretnék így elérni, hogyha képviselő leszek, hogy szeretném még, hogyha lenne egy ilyen, van egyébként szociális alap, Csak ezek szerint inkább csak szociális tűzifára költenek, és semmi egyébre. Szerintem 1 millió forintból lehetne venni mondjuk nagyjából 5 háztartásnak közeggyapotot, nagyon sok a kádárkocka, én is egy kádárkockában élek, leraktunk 20 centi közeggyapotot a tetőre, nagyjából a hőnek a 30%-át megfogja. Tehát ennyivel kevesebb gázt vagy fát égetsz el, ennyivel kevesebb égéstermék jut ki a levegőbe. Probléma mondjuk a levegő minőség is, tehát egyszerűen ha fával is fűtenek, és jó minőségű, meg minden nem vizes fa, akkor is azért nagyon büdös tud lenni így télen fűtési időszakban. És van, aki már nem tudom, elkezdi szeptemberben, októberben, van, aki később, meg van, aki tényleg csak gázzal fűt, aminek ugye nincsen így szaga jelentősebben, szóval én szerintem ez is egy jó dolog lenne, és viszonylag olcsón meg lehetne oldani, és akkor szociális alapon minden évben 5 háztartásnak meg lehetne oldani ezt a valódi rezsicsökkentős programját, amíg nem jönnek az EU-s pénzek. Nem beszéltem szerintem milliókról, nagyjából ilyen, hát nem tudom, maximum 2 milliót mondtam, amivel én szeretnék kezdeni valamit, hogy az tényleg el legyen költve. Én be fogok nyújtani, ha bekerülök, akkor ilyen jellegű előterjesztéseket, és meglátjuk, mi fog történni. Ha jól értem, akkor most sokat kutakodtál az utóbbi időben, meg sokat elég kérdeztél sokat tőlük. Igen. De egyedüli képviselőként, ha bejutsz, már pedig ugye bejutsz, ezt megbeszéltük. Hát kb. 300 egyedüli képviselőként el. Mit tudsz tenni? Ugyanezt, amit eddig tettem, próbálom ezeket a dolgokat egyáltalán megírni, ugye van egy Facebook oldalam, és akkor ott írkáltam meg ilyen jellegű dolgokat. Most például azzal kapcsolatban is, hogy járdát építettek az iskola előtt, ott hagytak nem tudom 5 raklapnyi kockakövet november óta, probléma a parkolás, mert ez egy kicsi utca, nagyon sokan csak kitolatnak onnan, tehát nem tudsz megfordulni, sokszor mindkét oldalra odaállnak járdára, házak elé, megkérdeztem, hogy hát így meddig lesz ez ott. Tehát, hogy ilyen jellegű dolgokra is igyekszem rákérdezni, és akkor kiírom, és akihez eljut, örülök neki nyilván, de hát felmerült az is, hogy kellene egy ilyen szálligeti újság, de ugye drága, papíralapon legalábbis, mit tudom én, havi minimum 200 ezer forint lenne, de én mondtam sokaknak, hogy hát nem tudom, akkor kell csinálni egy blogot, de nyilván én egy párt jelöltként nem biztos, hogy szerencsés, hogyha ebben benne vagyok, nem akarom senkinek megmondani, hogy mit írjon, vagy miről írjon, de akkor legalább lehetne ugyanúgy nekik is kérdezni, kistérségi dolgokról beszámolni, szerintem sok minden lenne azért így teljesen ilyen civil alapon is, amivel érdemes lenne foglalkozni. Lehet, hogy egyszer összejön, én biztos szorgalmazni fogom. Melyik kutyapártos akcióra vagy a legbüszkébb az utóbbi évekből, mert ezek szerint elég sok volt?
Annyira részt vettél? Volt egyébként sok így Szárligeten, hát nyilván ezen igyekszünk javítani. Nem mondhatsz olyat is, amiben benne voltál, de nem Szárligeten. Nem Szárligeten, így nem voltam benne város felújítós akcióban, csak ilyen olyan passzivista voltam, hogy így kampányokkor aktivizálódtam, tudod, és meg akkor is költöztem, nem tudom, utána éltem Óbudán is, akkor ott már úgy voltam, hogy jó lenne beszállni valamibe, aztán addigra meg pont elköltöztünk, mert megtaláltuk ezt a házat. Szóval, hogy bármint Szárligeten, szóval, hogy így sokan vannak így ezzel a kutyapártban, hogy láttam, hogy nem tudom, Sopronban él, de ugyanúgy akarnak kutyapártozni, ezt így is próbáljátok így koordinálni, ami tök jó, mert ez fontos. Hát Szárligeten minimális dolgokat szeretnék, mondjuk a vasútállomás padja itt tök jó lenne majd lefesteni, a jobb idő lesz. Most ugye ott volt a V-híd folyamatosan, meg annyira nincs túl meleg, szóval annyira nem lehetett volna megvalósítani, de szeretnék mókus etetőt például kirakni, vannak mókusok a vasútállomásnak, tök jó lenne, hogyha gyakrabban látnánk, mert legalább oda mennek, és akkor nem tudom, lehet őket nézni. A madárodók is ilyenek, hogy szeretnék azért minél többet kirakni, meg lehet, hogy indítunk majd egy ilyen madárodó készítő workshopot, meglátjuk még, hogy az a faanyag, ami nekem van alkalmas erre, mert maradt a tetőfelújításban lambériám. A vastagságra jó egyébként, csak összeilleszteni már nem annyira egyszerű, mint hogyha fenyőlécekkel dolgozna az ember, szóval ezt majd én megkonzultálom egy ilyen szaki, valaki nagy támogatója a pártnak a helyben. Szóval vagyunk már így egy páran, most nem fogom összeszámogatni, de szerintem 10-10 pár ember is lehet, akik nyilván mindenki mást szeretne csinálni, meg más jellegű, de próbálom ezt úgy kitalálni, meg próbáljuk úgy kitalálni, hogy akkor legyenek dolgok, amiben mindenki részt venne. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy igen, 3 kukát is ürítek egyébként. Tehát van 3 kuka, amit én raktam ki, ezt Katona Ferenc volt önkormányzati képviselő, rakta őket össze, és akkor ez is egy ilyen, hát nem kutyapártos akció, ez egy helyi ilyen kezdeményezés volt. Valaki felajánlott neki maradék faanyagokat, ő meg csinált ilyen kukalapokat belőle fából, és akkor azokat ilyen vas lábakra rakta, és akkor ezekből elkezdett kirakosgatni, és kértem tőle párat, meg előkerült közben még egy, úgyhogy összesen 3 raktam ki, szintén egy másik helyi lakossal, nem tudom, lehet-e nevesíteni embereket, a Szendi Ferenccel egyébként, szerintem volt róla képként, úgyhogy azért igazából talán nem baj. Kiraktuk őket, és akkor azóta én, június óta, azóta én ürítem őket így heti szinten. Tehát, hogy ez is probléma egyébként, hogy nincs elég kuka, és az önkormányzat nem üríti ki azokat, amiket így a civilek kiraknak. Összesen már 10-11 kuka van így kint, és a többinél azért nem annyira frekventált helyeken voltak, tehát szerintem azokat nem kell hetente üríteni, de amiket én kiraktam a Petőfi utcába, a vasútállomás mellé egy, ahol elmennek így az emberkék, és akkor kidobálnak oda mondjuk sörös dobozokat, meg energiaitaros dobozokat főleg. Igazából ennyi a megoldás, mert a szemétnek a 80-90%-a, ami el volt dobálva ott az út mellett, az benne van a kukában. És te csak összegyűjtöd hetente. Ennek én örülök, jó volt ebbe így becsatlakozni, és egyébként, ha már kutyapártos, meg minden, én kutyasétáltatás közben csinálom. Van egy akitám, és akkor megsétáltatom, és közben összegyűjtjük a szemetet ott. Egyébként a buszmegálló is persze tök jó volt, az egy eléggé jó akció volt, és azóta is ugye látható hatása van. Ez melyik buszmegálló? Milyen mintája van? Hú, tudom, hát hogy én... podcastben nehéz képeket elmagyarázni, de megpróbálhatjuk. Hát ezt most nem tudom pontosan megmondani, ilyen életszerű, ilyen ház belső jellege van, tehát ilyen téri jellege van, meg ja, kutya van az ablakban, kandalló van, igen, meg ilyen talán ilyen fotel is, nem tudom pontosan, viszonylag ilyen sötétebb az egyik része. Hát ilyen otthonos egyébként, még azt hiszem a szemben lévő hölgy, aki azóta a virágüzletet nyitott, még virágot is rakott oda. Csak talán annak már összetörték azóta a cserepeit, vagy mi volt, nem, talán nem pótolta. Ja, meg egy vaddisznós táblát is raktunk ki, mert észrevettem, hogy van egy kifejezett útvonal, van egy ilyen, elvileg egy melegvízű forrás, meg egy ilyen kis ér, azt hiszem a Csákányos ér, meg a másik oldalán van a Sósi ér, az oda járnak le vaddisznók inni. És ilyenkor lemennek a Petőfi utca végén, hát ott ütöttek már el vaddisznót, láttam kicsit is elütve, és akkor oda kiraktunk mindkét oldalra nagyjából abban a, hát nem tudom, 30-40-50 méterben, ahol járnak inni.
lejárnak ott, és hát tényleg veszélyes, és viccelődtünk is azzal a Rolanddal, a Fenekes Rolanddal, hogy hát azóta nem is nagyon jönnek, hogy kiraktuk a táblákat, ez talán tavaly előtt volt, tavaly előtt ősszel, tényleg 22 ősztele volt valahogy, amikor kiraktuk őket, és azóta tényleg nem is nagyon találkoztam ők, de minden nap megyek arra, tehát hogy így viszonylag korán is, meg későn is előfordult, és azóta nem találkoztunk velük. Elég sok vadászat volt. Tehát nem az autósokat riasztott el a vaddisznóra figyelmeztető vicces tábla, hanem őket. Hát vagy megtanultak olvasni, mert az a szöveg, hogy illegális vadát kellő, és akkor találtak egy legálisat maguknak valahol, nem tudom, ahol nem az úton mennek át mondjuk, hanem a sineken. Hát akkor utoljára arra kérek, hogy foglald össze egyetlen mondatban a politikai arszpolitikádat, ha van olyanod. Hú, gondolkodtam rajta egyébként, és nem könnyű feladat, hát, hogy az én arszpolitikám-e, vagy csak egy jól hangzó mondat, vannak itt mondatok. Bármelyik megfelel. Amiket felírtam, Hanvas Béla a Méhesben, azt hiszem ez egy rádiójáték volt eredetileg, azt írta, nem is tudom már minek a kapcsán, de a lényeg, hogy csak tévedéseknek van szükségük elméletre. Ugye Hanvas Béla a Méhesben. De nagyon gondolkodtam a Eszterházy Péter Harmónia Célestis nyitó mondatán is, ugye amúgy úgy hangzik, hogy kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot. Nem tudom, hogy politikai arszpoétika, még gondolkodnom kell ezen, de ezek jó mondatok. Kétségtelenül. Jó, hát ez volt a Kutyinfo podcast, én Terdik, iratkozzatok fel, Roland voltam, és Sipos Tamás leendő Szárligeti kutyapártos önkormányzati képviselővel beszélgettünk. Sziasztok, köszi az interjút. Köszi. Sziasztok.